Nagy szeretettel köszöntöm a műszaki ábrázolás egy tantárnak a hallgatóit, akik a filmet nézik. A műszaki ábrázolás egy volt az a tantárgy, ami legelőször is a bolonyai rendszernek áldozatul esett, úgyhogy kapásból ki lett hagyva egy egész fél éves tananyag. Utána azért szépen rájött a tanszék, hogy enélkül viszont műszaki rajzot készíteni egyáltalán nem lehet, sőt a térbeli gondolkodás alapjai legalább annyira fontosak, és nem csak a gépalkatrészeket kell tudnunk külön-külön, aztán összeszerelve ábrázolni, tehát a gépészeti alkatrésztervezésre használjuk, hanem bizony a térben levő pontok, egyenesek, síkok, felületek, egyéb, ezek a kinematikában is, tehát a fizikában is nagy szerepet játszanak, tehát mióta ezek a térbeli vektorok vannak, illetve kezeljük őket, egy gépészmérnöknek bizony a térlátása ezekre a területekre is ki kell, hogy terjedjen, tehát kinematika, szilárdságtan, statika, ezeket a tantárgyakat szintén megalapozza ez a geometria, úgyhogy tulajdonképpen most visszacsempészük a tananyag elejére a térgeometria alapjait, és az ábrázolás szabványának az alapjait, illetve majd mondom tovább, mert természetesen egyenértékű egymással a szerkesztés és a számítás. És a számításban pedig hát bizony a vektorokat, a vektoralgebrát, a mátrixalgebrát, és aztán a mindenfajta görbéknél, mozgásoknál szükségünk van a differenciálgeometriára is, tehát a deriválnunk is tudnunk kell, illetve integrálnunk is kell tudni, tehát görbehosszak is vannak, területek is vannak, úgyhogy tulajdonképpen ez itten akkor a reklám helye. Külön tantárgyban, és ez az én saját tantárgyam, ez a műszaki geometria 1, illetve műszaki geometria 2 című tantárgy, amit hát tulajdonképpen az alkalmazott matematika a lényeg, mert ugyanis a bolonyai rendszernek áldozatot túl esett az önök matematika oktatása is, és nem alkalmazott matematikát tanítunk, hanem elméleti matematikát, tételbizonyításokat, amire az ELTE-n van leginkább szükség. Természetesen együtt dolgoznak a tudományok, de nekünk ebből az alkalmazott rész az, ami feltétlenül szükséges, ami a szerszám, a mérnök szerszámos ládájában, tehát alkalmazni kell. Na most a kézi rajzolásnak, hát az első, a kiinduló pontja az a rajzlap. Az egy, hát most én itt fölmutatok, ez itten egy A4-es méretű rajzlap. Ennek, ha ez 210x297 mm-es
a szabvány magassága. Ebből a dupla méretűt használjuk általában a műszaki rajzainkban, tehát ahol ennek a rajzlapnak mellé képzelünk még egy ugyanakkorát, és akkor az alsó éle ennek a téglalapnak 420 mm és 297 mm a magassága. Tehát ezt a méretű rajzlapot használjuk, amennyiben majd itt általam mindjárt bemutatandó szakirodalmat is mutatom, abba természetesen ez nagyon részletesen megtalálható, úgyhogy tehát a legelső dolog az, hogy rajzlap. A rajzlap az használható mi nekünk tökéletesen elegendő, mert mi nem dolgozzunk tussal. Tehát nem kell műszaki rajzlap, hanem sima, egyszerű nyomtatásra is használt A3-as méretű rajzlap kell. Nincs megtiltva, lehet nyugodtan használni Ápiszban kapható A3-as méretű rajzlapot. Majd erre megmutatjuk, hogy mekkora, milyen keretet kell rajzolni, és hol lesz, kell rajta lenni a felirat mezőnek. A következő eszköz, amivel dolgozunk, az tulajdonképpen a ceruza. Na most, a ceruza az egy, a ceruza az egy mindenfajta könyvben leírhatókhoz képest egy sima, egyszerű, saját kezünk által meghegyezett ceruza legyen, aminek a hegye vége, a grafit része, azt tilos, marhaság tulajdonképpen kihegyezni, mert annak a hengertestnek akkor a kétharmad részét elreszeljük, kidobjuk. Nem, mindenképpen kettőbés hegyű ceruzát használjunk, tehát nyugodtan lehet ilyen hegyezhető ceruzát, és nyugodtan lehet ilyen úgynevezett töltő ceruzát használni, tehát ami valami ilyesmi, és akkor ennek a hegye az ugyanúgy visszacsúszott. Akkor ez meg kell fognom, mert ez visszacsúszik. Tehát egy sima, egyszerű hegy, kettőbés, tehát puha hegyű ceruzával dolgozunk kizárólag. Azt kell megszokni, megtanulni, hogy ugyanezzel a ceruzával rajzoljuk a vékony vonalakat és a vastag vonalakat egyaránt. Egyszerűen a vastag vonalnál jobban rányomjuk a grafit ceruzát, mint a vékony vonalnál, és hogy a ceruzánk mindig hegyes maradjon, vagy hogy tudjon vékony vonalat húzni, ezt a ceruzát a vonalhúzás közben sodorjuk. Tehát így forgatjuk a ceruzát, és akkor ő automatikusan kihegyezi magát. Természetesen használunk radírt. A radírnál ugye a legegyszerűbb fajta puha radír, ez amit használunk, de én például ilyen gumival töltött radírceruzát
használok, ebbe való betétet külön meg lehet kapni az ápiszban, és akkor ez tökéletesen működik. A következő dolog az a vonalzó. Háromszög vonalzókat használunk, mégpedig kétfajtát, tehát az egyenlő szárút, ami itt 90 fok van, tehát akkor itt 45-45 fokos szög van, talán látszik, és a másik pedig ez a 60 fok, 30 fokos vonalzó, tehát ezt a kettő vonalzót méltóztassanak megszerezni, mégpedig, ha esélyük van rá, olyant vegyenek, aminek az éle nincs ferdén levágva, hanem simán, egyszerűen derékszögben egyenes élei vannak. Ez a jó, mert mi egyfolytában a vonalzóinkat majd úgy használjuk, hogy párhuzamost rajzolunk vele, meg merőleges rajzolunk vele, tehát ez valahogy úgy működik, hogy tehát ha van egy pontom, itt egy másik pontom, akkor a vonalzómat ide rá tudom tenni a két pontra, és közötte meg tudom húzni az egyenest, és tanuljuk meg, hogy ezeknek a háromszögletű vonalzóknak mindig az átfogóját használjuk, tehát hogyha ide melléje tesszük a másik vonalzót, akkor egy él mentén eltolva párhuzamos vonalat tudunk bárhova készíteni, vagy a derékszögnél átfordítva erre az eredeti vonalra merőlegest tudunk szerkeszteni. Tehát eszünk ágába ne jusson az, hogy a 90 fokot majd még külön körzővel szerkesztjük. Azt nem kell soha szerkeszteni, valamim leesett, de nem tudom, hogy mi. Na. Tehát a vonalzók között ez van. Nem ítéljük el, akinek van természetesen egyenes vonalzója is, tehát végül is ementén is el lehet tolni a háromszögletű vonalzónak valamelyik befogóját. A következő szerszám, amit mindenképpen mutatok, ez a körző. Eszükbe ne jusson nagyobb körzőkészletet venni, mert nincs rá szükségünk, nem készítünk tussal rajzot, tehát semmilyen tuskihúzó szerszám része fölösleges neki. Inkább arra tessék figyelni, hogy ez a körző, ez ugye természetesen kinyitható legyen, sőt, tetszőleges mértékben hosszabbítható, rövidíthető legyen a mindkét szára, sőt, így a vége még behajlítható is legyen, tehát ez így alkalmas a körző. Úgyhogy ez itten a körző. Na a körzőnek, körzőbe berakott ceruzahegy az megint csak kettőbés hegy legyen, és érdekes módon kell
ezt hegyezni, ezt a körzőbe berakott hegyet. Tehát ugye most itt fölmutatok egy sima egyszerű ceruza reszelőt. Ennek a külső oldalát, reszeljük le, tehát mint egy téli szalámit így síkba levágjuk, úgyhogy amikor a kört húzzuk, akkor ez éppen egy él mentén érintkezzen a rajzlappal. Ez azért fontos, mert így is tulajdonképpen egy egészen tartós rajzoló szerszámhoz jutunk. Még egy trükköt mondanék, ez aztán tényleg teljesen abból az időből való élettapasztalat, amikor még kézzel dolgoztunk a rajzlapon. Az üres rajzlapra, tehát amikor még az égvilágon semmi nincsen a rajzlapon, az üres lapot radírozzuk meg egy kicsikét a radírunkkal, legyen rajta egy csomó gumigalacsin, és ezek a gumigalacsinok szolgálnak csapágyul a eltolandó vonalzó alatt, sőt, ezek megakadályozzák a rajzlapon levő grafit vonalaknak a szétkenődését is. Sőt, a kettőbés hegy azért fontos, mert a vékony vonalaknál akkor eszünk ágába nem jut belevésni a vékony vonalat a papírlapba, amit hogyha ugye kettőhás vagy mit tudom én hányhás, tehát nagyon ugye az hardot jelent, az akkor beleás egy árkot, és nem lehet kiradírozni. Egyszerűen azok a vonalak ott maradnak, a vékony vonalak a rajzon. Na most majd ezt még külön megtanuljuk. Az ábrázoló geometria, ami tehát szintiszta geometria, ott szerkesztő vonalakat is használunk, meg külső kontúrvonalakat is használunk, meg szaggatott, úgynevezett takart éleket, és azok vékony vonalak a szaggatottak, és pontvonal, ami inkább rövid szakasz, hosszú szakasz ismétlődése, tehát úgynevezett pontvonalakat használunk a szimmetrikus alkatrészek tengelyének a jelölésére. Szóval ezeket a vonalakat a enyhe ceruza megnyomással tudjuk vékonyabbra rajzolni a vonalakat. Tulajdonképpen arra figyeljünk, hogy körülbelül a vastag vonal háromszor olyan vastag legyen, mint a vékony vonal. Tehát akkor egészen jól megkülönböztethető lesz. Na hát a rajzeszközökkel tulajdonképpen így végeztem volna, tehát mindenképpen ilyen rajzeszközökre akkor szükség van, tehát majd ha zárt helyit írnak, teljesen mindegy, hogy ideben az egyetemen vagy odahaza készítik el, szóval az első a rajzlapválasztás, aztán a keretezés, aztán majd a feliratmező, és utána pedig majd, amikor ráradírozunk az üres papírra, utána akkor majd valahol szépen elkezdjük a rajzunkat. Tulajdonképpen nem hoztam el, mert hát ez már sértés számba menne. Az ábrázoló geometria rajzaink lényegében a tér geometriának, vagy a geometriai szerkesztéseknek
a helyszíne. Ebből kifolyólag nem hiba, hogyha a rajzlap szélén a szerkesztés túlnyúlik. Akkor föl van találva a cellux, és a cellux-szal szépen bármelyik oldala a rajzlapunknak meghosszabbítható, és ott folytatható. Természetesen műszaki rajzoknál már ott meg tilos a szerkesztő vonalakat rajzolni, ott már tilos az egyes pontokat, vonalakat megbetűzni, megszámozni, ott már csak a végeredményt rajzoljuk, sok esetben még a majd később ismertetendő koordináta tengelyeket is tilos a műszaki rajzban ábrázolni. Majd a tanszéken ez külön oktatás, oktatóra tartozik a számítógépes rajz szerkesztés, úgyhogy ezt majd már nem én fogom tanítani, hanem vagy készül arról is film, vagy itt benne a számítógépes laborba közösen tudják akkor használni. Hát tulajdonképpen most jutottam el oda, hogy akkor elkezdjem bemutatni, hogy milyen ábrázoló geometria, tehát ábrázoló geometria, angolul descriptive geometry, tehát ábrázoló geometria, mely tankönyveit célszerű használni. Hát ami alapján itt ezen a közlekedésmérnöki karon ez az ábrázoló geometria oktatás elkezdődött, ez ebben a könyvben található Lőrinc Petrich szerzőpáros és ábrázoló geometria tankönyve. Hát, ezt ma is bevasalják az építészmérnök hallgatókon. Tehát ez sajnos nálunk abba maradt, de ez nálunk a tananyagnak az alapja, illetve erre építve található meg az ábrázoló geometria jegyzetünk, aminek az a címe, ez az, hogy MA1, műszaki ábrázolás 1-es jegyzet, ez letölthető a kar honlapjáról, ezt leellenőriztem napokban, tehát ez létezik, fönt van, tehát ezt mindenképpen töltsék le maguknak. Itt tulajdonképpen az általunk oktatott részek vannak kivonatolva ebből a Lőrinc Petrich könyvből. De azért mutatok még egyéb tankönyveket is, amik egyáltalán nincsenek megtiltva. Sőt, én például a piszkos konkurenciánál a gépészmérnöki karon végeztem, és ott Strommer Gyula tanította nekünk az ábrázoló geometriát, úgyhogy az ő tankönyvét is javasolom irodalomgyanánt, és mindjárt utána mutatom azt a példatárat, amit az én akkori gyakorlatvezetőm Petes Endre készített. Csodálatosan jó könyv, nem véletlenül hozzáment az egyik tankörtársam feleségül. És akkor mutatom a harmadik
ilyen tankönyvpárt, ő a Kólya Dániel, a pécsi építészeti főiskolának hívták régen, most már Pécsi Tudományegyetem, tehát ő az, aki ezt a könyvet készítette, és ennek a második kötete pedig a hozzátartozó példatár. Innen jut rögtön eszembe, hogy természetesen itt a előbb elfelejtettem önöknek megmutatni, de letölthető ugyanúgy, még véletlenül se kerül a kezembe, nehogy nem, itt vanni. Nyitrai János által készített műszaki ábrázolás egy példatár, tehát rendkívül okos dolgokkal foglalkozik, úgyhogy meg kell mondjam, hogy szóval mint a kiskutya, tehát gyakorolni kell föltétlenül. A Kólyát akkor mutattam. A Strommert mutattam. Itt van még egy piszkos konkurencia, ő pedig az ELTE-nek a geometria tankönyve, tehát lehet természetesen további irodalmakat találni, amelyek kegyetlenül jók, és tulajdonképpen az összes magyar tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Egyetem, a Győri Egyetem, a Gödöllői Egyetem, ezeknek mindegyiknek van saját letölthető ábrázoló geometria jegyzete, tankönyve, példatárja. Nyilván nem csak az oktatót szabad nyúzni ezeknek az alapismereteknek a megértésével, hanem szabad garázdálkodni az interneten. És akkor még erre épül, tehát amit már mondtam, ez pedig, amit én műszaki geometria címen külön két tantárgyam van, ez 2 kredites, és itt én a számítási dolgokat, részét mutatom be. Tulajdonképpen a Reimann Istvánról azt kell tudni, hogy korábban ő készítette föl a magyar diákokat a matematikai olimpiára, kegyetlenül értett ahhoz, hogy hogyan kell a feladatokat logikai és nehézségi sorrendbe állítani, és a nagyné Szilvási Márta, ő docens, itt van a H épület második emeletén, a régi Strommer tanszéken, ő is a másik szerző társ. Természetesen tudok mutatni egy még egyéb párját neki, sőt, még egy harmadikat is, ez a Miskolci Egyetemen készült, tehát jobbnál jobb matematikusok küzdenek azért, hogy gépészmérnököknek legyen szerszámunk, és tudjuk ezeket használni. Tehát nekünk a használat a lényeg. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most még ebbe az előadásba belefér a
egyrészt ezek a Lőrinc Petrik féle könyv elején megtalálható térgeometriai alapelveknek az ismertetése. Meggondoltam magam, közben ezt méltóztassanak megkeresni, benne van a letölthető tananyagban is. Én akkor inkább elkezdem a térbeli rajzolás szabályainak az ismertetését. Tehát a térbeli dolgok, pontok, vonalak, síkok, tehát ezek az alapelemek, ezeket ugye térbeli koordináta rendszerben képzeljük el, teljesen mindegy, hogy most szerkesztem vagy számítással végzek velük. A lényeg az az, hogy a vízszintes síkban, menetirányban előttünk van az X-tengely, tehát mi az X-tengely felé haladunk, mondjuk, ha autóval, biciklivel megyünk. Tőlünk balkész felé, szintén a vízszintes síkban található az Y-tengely, tehát az XY-sík az a vízszintes síkot jelenti, és mivel jobbsodrású Descartes rendszert használunk, itt a jobb kezünket használjuk, a hüvelykujjam ez az X-tengely, az Y-tengely az itten a mutató, ez a középső ujjam, bocsánat, az első volt a mutató, ez a középső ujjam, és a hüvelykujjam pedig a Z-tengely. Ezt egyszerűen úgy is el tudjuk képzelni, hogy a szobának a sarkába, ha belenézünk, akkor a balkész felé megy az autó, tehát az az X-tengely, erre a síknak, ezen a sík első négyzetének a felénk eső részén jön az Y-tengely, és fölfelé van a Z-tengely. Na most, ezt lerajzolom ide. Tehát ezek páronként egymásra merőleges koordinátatengelyek. Ez itten a X-tengely, Y-tengely, tehát ez a vízszintes sík, tehát akár ide rajzolok egy sík lapot, és ide is rajzolok egy sík lapot, és akkor ebben a sík lapban az XY, és ebben a másik rajzban pedig majd az X és a Z tengely van. Gaspard Monge volt az, aki 1795-ben ezt bemutatta a Sorbonon, és azóta tulajdonképpen még egy dolgot tudok itt szemléltetni. Veszek egy ilyen A4-es papírt, és ezt most föláldozom, így félbehajtom. És akkor már is itt van ez a tulajdonképpen X az a hajlításnak a vonala, az Y ez a jobboldali szél, és rá merőlegesen a Z. És a rajzlapra pedig ezt találta ki a Monge, hogy így
kiterítem ezt a síklapra, mert síklapon tudunk rajzolni. És akkor azt mondta a monzs, hogy ezt elnevezzük K1 képsíknak, ez K2 képsíknak, tehát itt van a K1, itt van a K2 képsík, és innentől kezdve úgynevezett merőleges vetítést alkalmazok, tehát ha nekem van itt egy térbeli pontom, akkor merőlegesen vetítek az első képsíkra is, meg a második képsíkra is, és akkor itt megtalálom a pontnak az első képét és a második képét, és ezt az egyest ide fölülre írom római számmal. És ezt a vonalat, ami itt van, ezt pedig úgy nevezzük, hogy X1-2 tengely. Tehát ami az X tengely volt az idők kezdetén, abból most az 1-es-2-es képsíkot, ennek a két képsíknak a metszés vonalát nevezzük X1-2 tengelynek, és most aztán teljesen mindegy, hogy én ezt ebbe így gondolkodom, hogy ez itt függőleges van, és ide hajlítom le, vagy ez így van, és azt hajlítom oda. Már a rajzolást el tudom végezni. Ennek ugye itt megtalálható a takarékoskodok. Tehát, hogyha itt van a pont első képe, itt van a pont második képe, akkor tulajdonképpen ez a pont nem itt van, hanem a szomszéd képsíkon levő rendező vonal távolságával itt van a papír előtt. Vagy ez a pont, ez nem itt van, hanem a szomszéd képen levő rendező vonal távolságával van itt a papírlap előtt. Tehát ezt kell kegyetlenül fölfogni, megérteni, hogy tehát a pont az itt van, de hogy ő milyen magasan van, az itt a másik képben látszik. Ezen a képen itt van a pont vetülete, akkor ő ilyen távolságban található a térbe. Hát ezen alapszik tulajdonképpen ez a teljes térbeli ábrázolás, és én szerintem a mai alkalomra ennyi tökéletesen elég. A következő alkalommal már jönnek a két pont, a három pont, tehát az egyenes szakasz, a sík, és akkor ezek közötti szögek távolságoknak a meghatározása. Na most, természetesen ezeket a térgeometriai tételeket méltóztassanak a jegyzetből átolvasni, megnézni. Nagyon fontos, hogy miközben olvassák ezeket a tételeket, tessék egy picike kis szabadkézi rajzot készíteni, mert igazából úgy lehet csak megérteni. Még egy. Nagyon érdekes ilyen szempontból ez a Nyitrai János féle példatár, mert ugyanis itt ő neki az első feladat részei, tehát ahol a térgeometriai feladatok vannak, itt még nem is kell szerkeszteni. Itt az összes szerkesztésnek az elvét kell a térgeometriai
definíciók, szabályok alapján megszerkeszteni. Tehát még mielőtt megtanulnánk a Monge-féle rendszert használni, tulajdonképpen már elvben meg tudjuk oldani az összes térgeometriai feladatot. Hát éjszaka, bocsánatokat kérve, még kitaláltam egy búcsú mondatot önöknek. Ez ilyen hivatástudat érzékenyítő versike, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Ottan fogja megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Hát azt kívánom mindannyiuknak, hogy menjenek a pokolba. Köszönöm a figyelmüket.